Sziasztok! A Kárpátaljával elindított sorozatom következő részeként a Délvidéket szeretném nektek bemutatni, ahol a Kárpát-medence talán leginkább elfelejtett jelentős magyar közössége él. A következő néhány percben megtudhatjátok, mi is pontosan a Délvidék, illetve mi a Vajdaság, kik lakják, kik lakták, és mi történt a száz évvel ezelőtti lakosokkal, illetve felvillantok még néhány szép és érdekes helyszínt az Alföldeme színes déli végéről. A délvidék mint történelmi elnevezés nem volt igazán pontosan körülhatárolt fogalom, hazánk egykori déli területeit jelentette. A török kor utáni századokban főként a bácska és a bánság területét nevezték így, ahol a hódoltsági időkben az eredeti magyar lakosság legnagyobb része elpusztult vagy elmenekült. Trianon után a szerb horvát szlovén királysághoz, vagyis a későbbi Jugoszláviához csatolt területek összefoglaló nevévé vált. A délszláv állam felbomlása óta leginkább a történelmi Magyarország jelenleg Szerbiához tartozó részét nevezzük így. A délvidék elnevezéssel párhuzamosan él még a vajdaság név is. Ezzel nekünk két problémánk lehet. Egyrészt a ma vajdaságnak nevezett területbe beletartozik a szerémség is, amely inkább a történelmi Horvátországhoz kötődött. Másrészt pedig a vajdaság inkább az itteni szerbekhez kapcsolódó elnevezés. Így tehát a délvidék, a mai Szerbia legészakabbi területe, a Vajdaság autonóm tartomány legnagyobb részét foglalja magában. A tartomány hivatalos jelképként egy a szerb nemzeti színekből alkotott zászlót használ, amelyben a három csillag a bácskát, a bánságot és a szerémséget jelképezi. Ebből az első kettő rendelkezik jelentősebb magyar lakossággal, így ezzel foglalkozom a videóban. A délvidék területe 18.100 km, nagyjából akkora, mint négy közepes vármegyénk népessége a legutóbbi 2011-es népszámlálás alapján 1 millió 669 ezer fő. A lakosság 64% a szerb, 15%-a pedig magyar, így mintegy 248 ezer fős magyar közösség él itt. Nézzünk rá egy kicsit közelebbről a délvidékre. A terület a történelmi magyar királyság következő vármegyeinek tartalmazza részeit. Bács-Bodrog vármegye, azaz a történelmi Bácska 5 hatoda, a maradék hatod maradt Magyarországon. Csongrád vármegye egyetlen települése Horgos. A bánság három vármegyéjéből egy-egy rész. Torontál három negyede, Temes déli negyede és Krasószörény egy-egy apró darabja. Ezen vármegyék többi része alkotja ma a romániai bánságot, illetve egy kis szeget környéki rész tartozik Magyarországhoz. A délvidék gyakorlatilag teljes területe az Alföld déli folytatása. Magyarország és Románia felé nem található természetes határ, Horvátországtól, illetve Szerbia többi részétől a Duna választja el. A Dunatisza közének legdélebbi része a Bácska. Itt található az Alföld legtermékenyebb része, a Bácskai A Maros, a Tisza és az Alduna által közrefogott terület a Bánság. Ennek az alacsonyabban fekvő része a Temes köz nyugati fele található a Szerbiában. Talán legérdekesebb része a déli végében elterülő Delibláti homokpuszta egyetlen magasabban fekvő része a román határ közelében fekvő Verseci hegység, a vajdaság legmagasabb pontjával, a 641 méter magas Kudrici tetővel. Most pedig lássuk, kik laknak a délvidéken. A negyedmillió szerbiai magyarság körülbelül fele él a szabadka topolya vonal és a Tisza között észak kelet bácskában található etnikai tömb területén. A délvidéki magyar közösség másik fele elszórva más nemzetiségű lakosok szomszédságában él. A terület nemzetiségi képe igen vegyes. A magyarok és a többségi szerbek mellett még sok más nép alkotja. Élnek itt mintegy 55 ezeren katolikus délszlávok, akiket sokszor egyszerűen horvátként azonosítunk, és akik Dalmáciából, illetve Boszniából érkeztek a délvidékre. Érdemes viszont tudni róluk, hogy sokan bunyevác, illetve sokác nemzetiségűnek vallják magukat, főleg a baja, szavatka és zombor által meghatározott háromszak területén élők. Találunk még a délvidéken elszórva egy nem is kicsi 42 ezer szlovák közösséget, néhány tízezer cigányt, a bánság déli részén románokat, illetve néhány ruszín települést is. A színes etnikai foltok közötti területet a lakosság 64%-át kitevő szerb többség tölti be. Ha ez tűnt színesnek és vegyesnek, most figyeljetek. Mutatok egy 1910-es etnikai térképet a mai határokkal. A szembeötlő különbség a mai nemzetiségi viszonyokhoz képest a németek jelenléte, és ezzel együtt a jóval kevesebb szerb. Az osztrák-magyar monarchia utolsó népszámlálása szerint a délvidék lakosságának csak szűk harmada volt szerb, akik nemhogy abszolút, de még relatív többséget sem alkottak, hiszen mellettük 32 nyi 406 ezres magyarság élt itt. Szintén nagyobb volt a románok, horvátok és szlovákok aránya is. A bácska és a bánság itteni részén élő németeket a második világháború után a kommunista jugoszláv állam kollektív bűnössé nyilvánította. A vagyonokat elkobozta és kitelepítette őket Németországba, illetve több tízezer németet és magyart meggyilkoltak. Az egykor 300 német sváb közösségből napjainkra mintegy három en maradtak. A helyükre nagy részt szerbek költöztek a vajdaságon kívülről. Így az elmúlt évszázadban a délvidék etnikai képe jóval egységesebbé vált bár még mindig meglehetősen színes. A magyarság száma mintegy 150 ezer fővel csökkent, aránya pedig még jelentősebben, feleire esett vissza. Az egykor a lakosság negyedét kitevő németség teljesen eltűnt. A magyarok és a németek helyét főként szerbek foglalták el, akik létszáma a délről történő bevándorlás révén megháromszorozódott, és így abszolút többségbe kerültek. Ezen a ponton fontosnak tartom megjegyezni, hogy a délvidéki vagy vajdasági magyarok nem magyarul is tudó szerbek, hanem a 20. században határainkon kívülre került magyar nemzettársaink. Végezetül nézzünk rá a délvidék néhány nagyobb, illetve magyar szempontból jelentős városára. A Vajdosság Autonóm Tartomány székhelye és legnagyobb városa a 232 es Újvidék. A Duna szerémségi oldalán fekvő, ma Újvidék részét képező Pétervárad erődjének 1526-os elfoglalása nyitotta meg az utat a török seregek előtt Mohács felé. 1942. januárjában a néhány hónapja visszafoglalt újvidéken magyar katonák több ezer, többnyire szerb és zsidó civil gyilkoltak meg. A vérengzés felelőseit még a háború alatti Magyarországon halára ítélték. Ugyanakkor jugoszláv partizánok 1944-45 telén a magyar, német és forvát civil lakosságon torolták meg az eseményeket. Az 1910-ben még magyar-szerb-német lakosságú városban ma túlnyomó Szerbek élnek. A második legnagyobb város a százezres Szabadka, amely Budapest és Szeged után a 20. század elei Magyarország harmadik legnagyobb városa volt. A magyar szecessziós építészet kiemelkedő alkotásait láthatjuk itt. A népességét tekintve ma is magyar relatív többséggel rendelkező város a Bunyavácok egyik fontos kulturális központja. Korábban igen gyakoriak voltak itt a magyar ellenes incidensek, ma viszont ebben a tekintetben némileg békésebb a közhangulat. A Városháza tanács termében a magyar történelem fontos alakjairól mintázott üvegablakokat találunk, illetve a szerb és a vajdasági mellett a magyar, a horvát és a bunyevárt zászló is ki van függesztve. A bánság szerbiai részének központja Nagybecskerek, az egykori Torontálvár megye székhelye. A tipikus bánsági városka lakosságát a magyar időkben három nép alkotta. A magyarok, a szerbek és a svábok hasonló arányban voltak jelen. Mára a németek teljesen eltűntek. A magyarság aránya harmadára csökkent, és a szervetnikum vált egyértelműen dominánsá. Utolsó városként következzen Zenta, a délvidék legnagyobb magyar abszolút többséggel rendelkező városa. A 20 ezer lelket számláló tiszaparti városka lakosainak közel négyötöde ma is magyar. Amellett, hogy Zenta ma a délvidéki magyar kulturális élet egyik legfontosabb központja, itt mér döntő vereséget a törökökre 1697-ben a Savoyai jenő vezette császári sereg, amivel Magyarország nagy része felszabadult az oszmán birodalom alól. Zárásként kezd csinálónak felvillantok néhány szép és érdekes jellegzetes délvidéki helyszínt. Az Aldunánál található a Kárpát-medence legdélebbi magyar többségű települése, az egykor bukovinai székelyekkel betelepített székelykeve. A Szabadka külvárosában található Palicsitópartján épült ki a monarchia egyik legkedveltebb fürdőtelepe, ahova a városból villamos járt ki. A Duna és a Száva összefolyásánál fekszik Szerbia fővárosa Belgrád, vagy régi magyar nevén Nándorfehérvár. Ez volt a késő középkori Magyar Királyság legfontosabb déli végvára, amely hosszú időn át sikerrel védte a töröktől a keresztény Európát. Ennyi fért a videóba, köszönöm a figyelmet, sziasztok!